Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberére, vagy Egyházak szerepe a mai társadalmat című műsorunk alkalmából, és hát nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm Erdő Péter bíboros urat, akit, ha figyelték a műsorunkat, és ez több mint 3 évvel ezelőtt indult, az első volt, akivel akkor és akkori kérdésekről, elsősorban a vallásszabadság alakulása Magyarországon, annak törvényi alakulás, hiszen ebbe manuálisan is részt vett. Ebből adódóan az volt akkor a bemutatkozáson kívül, most arra gondoltunk, hogy a mostani aktuális elmúlt 3 év történéseibe melyek azok a kérdések, amelyeket azért a közvélemény még kevésbé ismer, de talán ezen keresztül szívesen megismeri. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és hát nagy tisztelettel köszöntöm. Az első kérdésem az volna, hogy innen nem messze bíboros úr szentelt fel, illetve adott át egy épületet, és miért? Most nem akarom kimondani, mert végül is azért ennek van. Elmondom nagyon egyszerűen. Hát itt a Vörösmarty utcában volt egy elég régi lakóház jellegű épület, aminek a földszintjén volt egy kápolna is. Ez volt az oltári szentség plébánia. Igen kis területtel ezt a Terézvárosból hasították ki valamikor. Úgy tűnt, hogy lelkipásztori szempontból a területet egységesen a Terézvárosi plébánia el tudja látni. Ennek a plébániának a vezetője elment nyugdíjba, az épület elég rossz állapotban volt. Közben azonban történt egy nagyon pozitív fejlemény. 2016 elején hivatalosak voltunk az Eukarisztikus Világkongresszusra. Hát majdnem minden országnak a püspökei képviseltetik magukat, van ahonnan világiak is, vagy nagy csoportban zarándokok is érkeznek. Cebu Cityben, a Fülöp-szigeteken volt ez a kongresszus, és mi biztatást kaptunk az apostoli szentszéktől, hogy hát személyesen menjünk el rá, mert lesz ott valamilyen érdekes bejelentés. De reméltük, hogy az érdekes bejelentés az lesz, hogy a következő kongresszus színhelye Budapest. Valóban nem is csalódtunk, az egész hétnek az ünnepségeit, amelyek rendkívül érdekesek, de nagyon fárasztóak is voltak, végig ünnepeltük a jelenlévőkkel együtt. Nagy élmény volt, azt hiszem, mindenki számára, de sokat is tanultunk vele, mert láttuk azt, hogy milyen igényes, milyen sokrétű feladat ez. Az ország is bemutatkozik kulturálisan, ugyanakkor a hitéletnek egy nagyon magas szintű kifejezése, ami megmozgatja a különböző generációkat, itt a kultúrának, az egyházi zenének, nagyon sok mindennek van egészen kitüntetett szerepe. Na, ebben az összefüggésben a hatalmas záró misén, ahol milliós tömeg vett részt, Szent Mise végén a képernyőn megszólalt Ferenc pápa, és közölte az egybegyűltekkel, hogy a következő eukarisztikus kongresszusnak Budapest lesz a színhelye. És akkor nagy ünneplés és ováció volt, hogy mi 10 ünnepeltünk, az egyértelmű, de ünnepeltek a többiek is, és később a csehek, a románok, meg a környező országokból érkezettek, mind szorongatták a kezünket, hogy jaj, de jó, akkor ez nálunk lesz, a mi régiónkban közel lesz. Úgyhogy ezt az örömet hoztuk haza magunkkal, és persze a hatalmas feladatot is, aminek az előkészítésére a Szentszéknek van egy nagyon komoly forgatókönyve. Tehát megalapítottuk az általános titkárságot, különböző bizottságokat, ugye arra is gondolni kell, hogy a társadalmi kapcsolatok, az együttműködés szintén rendezett formában kell, hogy fejlődjön ezekben az években, mert nem csak vallási rendezvényről van szó, és nyilvánosan a országvilág nyilvánossága előtt a városban kell ezt megtartani. Ugyanakkor hát van nekünk egy régi emlékünk, az 1938-as kongresszus. Arról albumok jelentek meg, annak az emlékét újabb és újabb közlemények, kisebb-nagyobb kiállítások is őrzik, és a plébániáinkon országszerte majdnem mindenütt megvan még az a kehely, amit a 38-as kongresszusnak az emlékére készítettek. Akkori időben ez egy nagyon modern egyházművészeti alkotás volt, de még ma is megállja a helyét a kortárs művészetek világában. Na most ennek a lelkesedésnek a keretében megalapítottuk a bizottságot, megtartottuk azokat a teológus kongresszusokat, ami ahhoz kellett, hogy kiválasszuk a jelmondatot. Ezt aztán a Szentszéknek jóvá kellett hagynia. Uh-huh. Ez pedig csak most, 2017 áprilisában történt meg.
A mondat így hangzik, minden forrásom belőled fakad, ez a 87. Zsoltár utolsó sora, ott Jeruzsálemet ünnepli a Zsoltáros, és azt mondja, hogy minden nép ott született, és minden forrásom belőled fakad. Ez vonatkozik egyrészt magára az oltári szentségre, amiről a II. Vatikáni zsinat azt mondja, hogy az életünk csúcsa és forrása. Másrészt azért Budapest a vizek városa, itt sok forrás fakad, itt a Dunának a képe meghatározza az egész várost, és ahogyan a régi eukarisztikus kongresszusról éppen a híd volt a jelkép, hát kerestünk aztán mi is emblémát, kiírtuk ennek is a pályázatát, és az évről évre és hónapról hónapra fokozódó lelkipásztori és egyéb előkészítő munkák miatt, hát a titkárságot is meg kellett erősíteni. Eleinte a érsekség épületében egy-két irodában dolgoztak, de hát aztán látjuk azt, hogy most már egy jelentős saját székhelyre van szükség. Na, ebből a célból ezt a rossz állapotú kis plébánia épületet felújítottuk, ezt állhattam meg nagy örömmel az elmúlt napokban. Ott működik most a kongresszusnak az általános titkársága, és nagyon örülünk annak, hogy a titkárság és annak a vezetője országszerte tartják az előadásokat. Én magam pünköst hétfőn kiosztottam több száz megbízó levelet misszionáriusoknak, tehát olyan világiaknak és szerzeteseknek, akik járják a plébániákat, hogy lelkileg fölkészüljünk a kongresszusra. Ugye az idén úrnapján a püspöki kar is kiadott egy körlevelet, amiben meghirdeti a kongresszust, egyben egy imádságot is csatol hozzá a kongresszus sikeréért. Ezt én Futó Károly atyától hallottam, aki jól elmúlt már 90 éves, ő emlékezett rá, hogy a 38-as kongresszus előkészítésekor is imádkozott érte az egész ország, minden templomban, misék után, meg a hittanórák végén is. Na hát egy ilyenfajta imádságba kezdtünk, eddig már majdnem 1 millió példányban kinyomtattuk ezt az imaszöveget, Csíksomjóra is elkerült már elég nagy példányszámban, most már lefordítottuk különböző nyelvekre is, közben persze honlap is készült, és ez fejlődik napról napra, ahogyan az anyagok gyűlnek. Azt hiszem, hogy ezeknek nagy jelentősége van. Ma a honlap és a bejelentkezésnek a digitális módja, az már előtérbe került. Úgyhogy... Most Biboros úr, ennek gondolom a feje, de azért ennek a Vörösmarty út 40-ben lévő székháznak azért van valaki, aki közvetlen ennek az úgynevezett manuális részét intézi. Hát a eukarisztikus kongresszus általános titkára, a Fábri Kornél atya, aki a Kaposvári Egyházmegye papja, és meghívást kapott erre a funkcióra, amit a főpásztora megengedett neki, úgyhogy nagy örömmel fogadtuk őt. Nagyon jó. Én nekem az jut eszembe ezzel a 38-as kongresszussal kapcsolatosan, hogy amikor 89 novemberében háromtagú kormányküldöttség révén a Vatikánnal diplomáciai kapcsolatok újrafelvételébe vettem részt, akkor az utolsó alkalommal egy nagyon szép díszvacsorát adtak nekünk, és a legvégén egy 56-os, tehát 1956-os tokai aszúval köszöntöttek bennünket. Ez egy olyan gesztus volt számomra, hogy a sorsforduló időszakának emlékére is egy tisztelet. És az jutott eszembe, hogy ha visszajön a Kolaszunó Bukovszki tárgyaló partner, akkor mivel tudnám én ezt valami formálisan, de valamivel, és akkor elvittem a budafoki Promontorvin pincébe őket, annak a vezérigazgatóját jól ismertem, és körülbelül majdnem 1,5 kilométert mentünk, és ott találtak egy gyönyörű szép nagy hordót, amin Szent István hordó, de tulajdonképpen a 38-ban Pacsali Biboros megáldja, és ott van vele vésve valóban maga az egész, mint esemény, akiből ugye 12. Pius pápa lett, hogy sajnos ez a hordó már nincs meg, de az azért volt fontos, mert a benne lévő bor volt akkor a mise bor, a 38-as, és utána újra nem töltötték meg, és így tulajdonképpen a kor különböző változásaiból adódóan. De szerencsére megmaradt egy barátom, könyvet írt a budafoki pincér, és ezt beletette, és fotó is van róla, úgyhogy én ezt majd át fogom adni azért Biboros úrnak, hogy a emlékek közé ezt is. És hát meglepődtek, amikor mindkettő, és ő is megáldott, ők is megáldották, mert nem tudtak erről. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes kis történet, ami ez a 38-os kötődik.
De hát azért, mivel minden, ahogy említette Biboros úr, minden szentmise végén, hogy ezt a imát, amit kiadott a püspöki kareszt, felolvassák, természetesen ez is egy nagyon jó előkészület, ráhangolódnak az emberek, hogy mikor és mi lesz nekik majd a szerepük, azok, akik valóban rendszeresen, valóban látogatják a templomokat, és a lelki gondozásuknak egy részévé válik. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy jelentős dolog. De nagyon érdekes volt az, hogy mivel a környező országok és magukénak érzik ezt, hogy végül is ők is szervezik ide, tehát megvan ez a fajta kontaktus a szlovákokkal, csehekkel, stb. Románokkal. Már felmerült, már elkezdődött, de ezt még ki kell terjeszteni, lengyelek is érdeklődnek. Tehát fontos dolog az, hogy amikor a püspöki karunk a lelkipásztori előkészítésnek az országos programjait szervezi, ennek egy lényeges része lesz majd a kereszt országjárása, de van egy szép keresztünk, amit a 2007-es városmisszió alkalmából Ozsvári Csaba készítette, egy gyönyörű ötvös munkával, magyaros elemekkel díszített nagy kereszt ez, amelyben magyar szentek erekéi is vannak. Hát ezt a keresztet fogjuk a nagyobb városokban, nagyobb központokban fölállítani, gondolom templomokban leginkább, és mindig szervezünk köréje egy kiállítást, egy lelki programot, ez megy tovább. Lehet, hogy határon túl is fogják ezt kérni, vagy hasonló programmal válaszolnak rá. Már kaptunk olyan leveleket, akik a készségüket nyilvánítják. Aztán van munkatársképző, misszionárius képző már is, az eukarisztikus lelkiségnek a terjesztésére nagyon sokféle kezdeményezés, szentségimádás. A szentségimádás egy érdekes forma. Ugye mindannyian azt valljuk keresztények, hogy Isten mindenütt jelen van. Sőt, nem is anyag, hanem szellem, akihöz képest az anyag más módon létezik. Tehát úgy van jelen és ott van jelen az anyagban, ahogyan a hatásait kifejti. És ha egyszer azt valljuk, hogy ő a teremtő, ő az, aki akaratával és szeretetével föntartja a mindenséget, hát ez azt jelenti, hogy valóban mindenütt jelen van és mindent betölt. Mégis vannak olyan szent helyek, ahol más módon is jelen van. Neki nem jelenthet problémát az, hogy egyidejűleg egy helyen többféle módon is jelen legyen. Na innen van az eukarisztikus tiszteletnek a sajátossága, és ezért van az, hogy imaórákat szoktak szervezni oltári szentség előtt, akár a becsukott tabernákulum előtt is, akár pedig kihelyezett oltári szentség előtt. Csak hogy az utóbbi években, hát ez részben a közbiztonságnak a kérdése is, nagyon sok templomot nem lehet tartósan nyitva hagyni. Ezért aztán sok helyütt csak a misék idejére nyitják ki a templomot. Na ezen szeretnénk javítani, szeretnénk változtatni, amihöz sokszor az kell, hogy egy rács vagy egy üvegajtó legyen felszerelve, másutt egy kamera, ismét másutt meg kell szervezni mondjuk a hívek közül egyfajta őrséget, hogy ne hát hagyjuk üresre, ne hagyjuk magára a templomot. Viszont nagyon fontos, hogy a templomaink nyitva álljanak, be tudjon térni az, aki imádkozni akar, de a szép templomokban miért ne jönne be az is, aki csak a szépséget akarja megtekinteni. Ezért olyan jó, hogy most minden ősszel megnyitjuk a szakrális művészetek hetét, és ennek keretében a nyitott templomok éjszakáját is megrendezzük. Hát főleg a szebb templomokat, főleg a nagyobb városokban, vagy Budapest belterületén ténylegesen nyitva állnak, és programokkal várják a híveket is, és az érdeklődőket. Ez egy nagyon jó, megmondom őszintén azért, mert ugye elég sokat járok én is, sok helyen valóban, amikor látok egy településre, egy szép templomot, be akarok menni, és záró van, hogy hát azt hiszem elsősorban az, hogy vagy filiálé, és nincs ott senki, vagy csak mise időszakára van nyitva, és ebből adódóan nem tudja az ember, pedig hát ékessége egy településnek. Igen. Nem véletlenül Magyarország a kereszténységnek a egyik fő igazi jelképe az, hogy a templomokkal azért azt nem mondhatnám, majdnem mindegyik, de lehet, hogy mind a 3200 település rendelkezik, vagy többel is. És ezt gondolom, hogy talán a hitoktatás, és on belül is ez egy téma kell, hogy legyen, biztos az is, hogy a gyerekeket ráhangolni, hogy 2020-ba mire fognak menni, és mire készüljenek föl. Így van, feltétlenül. És a forrás gondolatát még hozzátenném, tehát tanítjuk a hittanban természetesen a szentségeket, sőt a kisebb hittanos csoportokat szoktuk felkészíteni az első áldozásra is. Igen. Tehát mindjárt az eukarisztia gondolata az
középpontban áll. Reményünk szerint a kongresszus nyitó szentmiséjén országosan várni fogjuk az első áldozókat, tehát lehet, hogy sokan lesznek egyszerre, akik akkor veszik magukhoz először az oltári szentséget. De hát ezen kívül is, ha a forrás az oltári szentség, az azt jelenti, hogy nem áll meg a templom küszöbénél, hanem kiárad a világba. De hogyan árad ki? Hát többek között úgy, hogy a mi segítő szeretetünkön keresztül eljut azokhoz az emberekhez, akik valamiben szükséget szenvednek. Tehát magyarul a szeretetnek a missziója is ez a három év, ami rendelkezésünkre áll, és ebben a fiataloknak rendkívül nagy szerepük van. Azt láttam, hogy például ezeken a közhasznú vagy szociális munkatevékenységeken keresztül, amit a iskolák tanulóinak akár igazolniuk is kell, meglátnak például egy-egy öreg otthont, egy-egy ápolási otthont, ahol ők valamit segítenek. És hatása alá kerülnek a fiatalok. Azt mondja, hogy nem is gondolta, hogy az életnek ilyen nagy szelete van, ami a szenvedésből áll. Na de nem csak szenvedésből, hogyan tudok segíteni, hogyan tudok kommunikálni akár azzal a beteg idős emberrel, ezek nagyon fontos dolgok. Nagyon érdekes, hogy közben mondja Viboros úr, eszembe jut, mint pedagógusnak, hogyha a gyerekeimnek azt mondom, hogy mire készüljetek is, akár képzőművészeti, akár zenei, tehát ebbe lehet bármi, felkészülni erre, hogy ezen alkalommal, amikor itt lesz, akkorra ők ott lehetőségük legyen bemutatni, természetesen valami válogatás során, hogy ők mire készültek kimondottan ezen alkalomra. Tehát egy ilyes félével is lehet a gyerekeket orientálni, hogy abszolút ráhangolódjanak arra, hogy mi is az, ami itt Magyarországon 2020-ban lesz. Úgyhogy ez egy, jó, hát nem tudok kibújni én se abból, hogy ilyenkor mindig az van, hogy tudom ezt továbbadni ahhoz, hogy ez tovább éljen, és nem csak, hogy tovább éljen, magáévá tegye, benne természetesen a szeretet és Jézusnak a tevékenységén, megismerésén keresztül. Hát igen, nem véletlen mondom a hitoktatást. Ez a hitoktatással kapcsolatosan azért, hogy nem tudom, hogy alakult most ez az új rendszer, ami azt jelentette, hogy etika és hitoktatás, itt most egy óra, egy olyan. Az az érzésem, hogy kezdenek szintén országba járva, kezdenek a különböző plébániák felkészülni arra, hogy az a állami iskolában lévő egy óra vagy 45 perc az kevés arra, hogy a gyerek ráhangolódjon arra, hogy miről is van szó a korábbi heti két órában. Ez az egyházi iskoláknál ez nem okoz gondot, hogy csinálnak úgynevezett plébániai hitoktatást, tehát tovább megy azért. Hát tudnék, az a környezet sokkal többet ad, mint egy testnevelés és egy matematika között lévő 45 perc, aminek 30 perc hasznossága. Tehát ebből adódóan a környezet se tud igazán arra hatni, hogy miről is beszél a hitoktató, akivel vagy találkozik, vagy nem, de az, hogy hát egyszer, ez azt hiszem, hogy kevés ahhoz, hogy ráhangolódjon. Hát igen, de ugye ez egy nagy feladat, mert az iskolától megtalálni az utat a templomig. Igen. Ugye ebben segíteni kell a gyerekeknek és a fiataloknak, különösen akkor, hogyha a szülők vagy a család nem nagyon jár templomba. Tehát egy egészen kisgyerektől azt alig ha várhatjuk, hogy vasárnap, mikor a családnak más programja van, ő egyedül eljön és inkább a templomba vesz részt a szentmisén vagy az ottani hitoktatáson. Viszont ha a szülők is egyetértenek, ha tudják azt, hogy várjuk ezeket a gyerekeket, akkor azért van, aki megtalálja az utat, de ez nem könnyű, és ezen újra és újra dolgozni kell. Én megmondom őszintén, sajnálom azt, hogy ez a heti két óra, ugye ezt Andrásfalvi időszakában alakult ki, hogy fakultatív heti két óra, akkor, amikor a 32-es törvény kapcsán az egyházak visszakérhették, és itt gondolok a két vagy négy tantermes kis településeken lévő épületeket, akkor nem kérték vissza, de a pénzt igen azzal, hogy a parókiát hitoktató teremmel bővítsék. De a hitoktató terem, ha ott nincs egyháziskola, akkor üresé válik, mert onnan nem tud átmenni arra 45 percbe, és utána visszamenni. Tehát gyakorlatilag valahogy valóban oda kell szoktatni. Tehát a plébániai hittant azt nem lehet beépíteni az órarendben, hát mert az iskolában más út, fizikailag más helyen van az oktatás általában. Úgyhogy az vagy hétvégén, vagy délután más időpontban kell szervezni. Én azt hiszem, hogy talán az lett volna a legokosabb, hogy azt mondani, hogy mindenkinek kötelező legyen az etika
vagy a világvallások megismerése, és fakultatív legyen a hitoktatás, és ez maradjon heti két órában. Most mindig államiról beszélek, és nem az egyházinál, természetesen saját maga megoldja ennek a kérdését. Hát ugye a fakultatívnak a nehézség az szokott lenni, egyébként tud az jó lenni, és jó formában lehet azt működtetni, de az szokott lenni a nehézség, hogy a tanítási időnek vagy a legelejére, vagy a legvégére helyezik, és akkor a gyerek ott marad még a hittanon, miközben a többiek már elmehetnek. Hát ez egy nagyon rossz érzés neki, mert ő is szívesen játszani menne, vagy hazamenne már akkor. Vagy nem kellene olyan korán fölkelnie, hogy a első óra előtt még részt vegyen rajta. Hát igen, ez biztos, hogy egy szervezés, meg hát szemlélet. Tudjuk, be lehet iktatni, és olyan órákat lehet mellé tenni, ami a gyereknek a rehangolódását nem rontja, hanem segíti. Hát egy rajz vagy egy énekóra és egy hitoktatás gyakorlatilag, majdnem azt mondom, hogy a készségtárgyakkal együtt ez a fajta szemlélet vizuálisan is és mindenhogyan segítheti mindazt, ami történik mondjuk a hittan, illetve a hitoktatás alatt. Na, tehát ennyit talán erről a dologról. A másik téma, amiben feltétlenül a véleményét kérném, hogy ugye most június 20-án volt 20 éve, hogy a Szentszék és a Magyar Köztársaság aláírta Rómába a úgynevezett szentszéki megállapodást, ami elsősorban anyagi kérdésekről szólt. Ennek volt a 20 éves évfordulója, és évforduló kapcsán pont aznap, vagy előtte lévő nap az egyik rádióban beszélgettek erről. Érintettek, és megmondom őszintén, nekem, ahogy szokták mondani, kinyílt a bicska zsebembe, mert teljesen az volt, mintha nem olvasták volna az egészet. Ilyenek hangoztak el, hogy az egyházak teljes kárpótlása akkor megoldódott, nem is tudom, hogy miért kellene nekik most támogatást kapni, amikor ott van mindenük. Ami nem igaz. A másik pedig az, hogy az örökös járadék az akkor ezek szerint a feltámadásig jár az egyházaknak. Na most ilyen és ehhez hasonló miatt eszembe jutott megint csak, mint pedagógusnak, meg közigazgatásban dolgo embernek, hogy tiszta vizet kellene önteni a fejekbe, hogy kellene azért erről, van idő rá, hiszen itt csak aláírásra került sor, majd utána ki kellett dolgozni 6 törvényt, és 97. december 2-án a parlament hagyta jóvá magát a szentszéki megállapodást és az alatta lévő 6 törvényt azért, hogy többi egyház számára is ugyanazok a lehetőségek adok legyenek, mint egy nemzetközi szerződésből adódóan. Ezt akkor nagy többséggel a parlament elfogadta, azt hiszem életében először foglalkozott ilyen csokorra, felsőoktatás, közoktatás, finanszírozást, minden kérdés együtt, ami benne volt, és később ez törvényelő rendelettéstel. Hogy tervezi esetleg a katolikus egyház, hogy ezzel kapcsolatosan, hát december 2-áig van idő, hogy valahol egy olyan kis konferenciát, vagy valamit, hogy azért nem ártana, hogyha 20 évvel ezelőtt lehet, hogy aki ma ezt mondja, akkor született talán, hogy nem mindegy, hogy van az emberekben egy olyan szerződés, amire Vatikán is és több ország is példaértékű tekintet. Azt hiszem, hogy az egésznek a története magyarázza a szerződés szükségességét. De 1990-ben, az év elején került fel arra, hogy az akkori, tehát még a régi parlament elfogadta ellenszavazat nélkül az 1990. évi 4-es törvényt a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról. Akkor ez nekünk olyan volt, mint a szabadságnak az alapokmánya, a Magna Carta Libertatis, mert valóban nagyon sok mindent kifejezett törvényes módon lehetővé tett, immár nem is engedélyezett, hanem jogként elismert, amiről addig nem voltunk benne biztosak, hogy tilos-e, illetve néhány évvel korábban még szigorúan tilos volt. Például egyházi jogi személyeknek az alapítása, a szerzetes rendek működése, egyházi oktatási, kulturális, akár sport és egyéb intézményeknek a fenntartása. Tehát ezek a dolgok azt hiszem, hogy itt deklarálva lettek, ugyanakkor nem volt szó a törvényben magában a korábban elvett ingatlanok vagy más értékek sorsáról. Szó volt viszont arról, hogy a közfeladatvállalásban az állami intézményekkel egyenlő finanszírozás jár az egyházi fenntartású intézményeknek is. Na most ez a
pont ez később vitássá vált abban az értelemben, hogy változott újra meg újra az állami finanszírozás rendszere. Például 93-ban, amikor külön közoktatási és felsőoktatási törvény jelent meg, amikor elkezdték erősebben megkülönböztetni az úgynevezett normatív finanszírozást, meg az egyéb finanszírozási fajtákat. Ugye közben kialakult az a rendszer is, hogy a közoktatási intézményeket akkor részben az állam, részben az önkormányzatok finanszírozták, de az önkormányzatok a közadókból kaptak az államtól egy bizonyos forrást, ami azonban nem volt olyan pontosan rögzítve a feladatokra. Tehát ezek alapján kezdett nehézzé válni az, hogy kiszámítsa valaki, hogy most mennyi az egyenlő. Tehát, hogy az egyenlő finanszírozás az egyházi intézmények számára mit jelent? Na most nyilván, ha nagyon nagy az eltérés, akkor egy ilyen közoktatási intézményt nem lehet úgy működtetni, hogy nem tudom, hogy 10 milliót vagy 40 milliót kapok érte évente. Na most ilyen helyzetben került sor arra, hogy egyfajta közös gondolkodás megindult, hogy hogyan lehetne ezt rögzíteni, tisztázni, részleteiben meghatározni, és közben volt még egy törvény, aminek a végrehajtása körül határidő csúszások voltak. Ez volt a 91 évi 32-es az egyházi ingatlanokról. De most itt nagyon fontos kérdés az, hogy nem a termelőeszközökről, tehát Magyarországon eltérően a régió összes többi országától elvből egyházaknak termelőeszközöket nem adtak vissza. Tehát se földeket, se erdőket, se bérházakat, semmit, amivel az egyes egyházak azelőtt rendelkeztek. Pedig 1948-ig, sőt, még bizonyos kisebb helyi papföldekkel, kántorföldekkel 51-ig egyes egyházak rendelkeztek Magyarországon. Az utolsó ingatlan államosítási akció az úgy történt, hogy a belügyminisztérium utasítására, tehát jogszabályi utasítás alapján úgynevezett önkéntesen felajánlottnak kellett tekinteni ezeket a földeket, és akkor ezt így kellett beírni a telekkönyvbe, hogy felajánlva. Na most ezek alapján, hát ezek mind nem tértek vissza, és nem is tekintette a törvény feladatának, hogy erről rendelkezzen, csak az épületekről. Elsősorban templomok, azután más hitéleti használatú épületek, és a közszolgálati célra használt, tehát iskolák, szociális otthonok, esetleg kórházépületek, de egy nagyon súlyos feltétellel, hogy hasonló célra kell használni őket. Igen. Tehát magyarul nem csak, hogy üzleti használatra alig alkalmas ingatlanok tértek vissza, de ezek is azzal a feltétellel, hogy megint csak nem éppen jövedelemszerző célra lesznek használva. Tehát eleve az intézményes állami finanszírozási igény az kódolva volt a jogszabályban. Ehhez még hozzájön az, hogy természetesen ezeket az ingatlanokat előtte néhány héttel az önkormányzati törvény, főleg a volt iskolákat, de még másokat is, ingyen átadott az önkormányzatoknak tulajdonba, addig állami tulajdonba volt. Utána pedig azt mondhatta a törvényhoz, hogy hát ezt én mind visszaadnám, ugye ott van rá a törvény, de nem tudom, mert szegény önkormányzatokat kártalanítani kell érte, vagy máshogy elhelyezni a funkciót. És akkor ebből kezdődött aztán a határidő csúszás, hogy az önkormányzatok pénzt kértek azért, hogy felszabadítsák a funkciót, a költségvetés azt mondta, az idén csak ennyi van, tehát gyakorlatilag a kijelölt határidőket a visszaadásokkal nem lehetett tartani. Aha, egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk tovább, de ezt a témát, mert végül is ez még mindig aktuális. Kedves nézőink és hallgatóink, folytatjuk tovább Erdő Péter bíboros úrral a beszélgetést. Ott hagytuk abban, ami nagyon izgalmas téma, és mostanában elég sok felvetették már ezt, többek közt ezt a kérdést felvetette Heizer András, a Mazsisz elnöke, amikor Netanyahu és Orbán Viktor találkozott vele a zsinagóga, illetve a tanástermükbe. A beszédébe emlegette az, hogy végül is 72 év eltelt, és még mindig a úgynevezett zsidóságot ért kárpótlás nem fejeződött be, de, és hozzáteszi, de többi egyház, tehát is érintő jogsérelem jogorvoslására még nem került sor, pedig ez adná számukra az úgynevezett teljes önállóságot és működésük biztonságát. Na itt jött be az, hogy ez egy válasz volt arra,
amit a 20 év kapcsán elkezdtünk, hogy aláírtunk, hogy annak pedig az volt a lényege, hogy a 4-es törvény preambulába, a működés és annak a indokaiba benne van az, hogy adok neked teljes szabadságot egy ilyen 40 év után, lemondok a főkegyúri jogról is, de természetesen ahhoz, hogy megtaláljad a helyedet a társadalomban, hiszen létrehozhatsz oktatás, kultúra, stb., ehhez segítek hozzá minden eszközzel. És itt jönne be az, hogy itt ez a 91-es törvénynek egy második lépés az volt, hogy a funkcionalitás elvére épülő konszenzus alapon hogyan lehet az egyházaknak mégiscsak be. De ezzel nem fejeződött be, mert ennek a törvénynek volt egy utolsó passzusa, ami azt mondja, hogy és az egyház finanszírozása külön törvényt kell készíteni, tehát hiába kapod vissza az épületet, de nem tudod működtetni, a szektorsemleges finanszírozásból lehet, hogy tudnád, na de az épületet fel kell újítani, kell bővíteni, mert ugye, ha ugyanaz kéri vissza. És ennek a szentszéki megállapodásnak, megmondom őszintén, nem biztos, hogy sokan tudják, hogy van egy kettes számú melléklete, amivel a katolikus egyház 1200 ingatlanról lemond. Az állam javára, és ez akkor, a akkori felmérés szerint ez körülbelül majdnem 50 milliárd forint érték volt, és ennek az 5%-os kamatát örökös járadékformájban szabad felhasználására most már a hitélet vagy bármi működésére tudja hasznosítani. Tehát gyakorlatilag nem az összes elkobzott, amiről Biboros az előbb beszélt, hanem csak a házas ingatlanok. De hogy a házas ingatlanok működtetését garantáló, szintén bevételt hozó lehetőségnek a birtokainak a jogi rendezésére mai napig nem került sor. Én szerintem csak ezzel lehetne valóban önállóbb gazdálkodását elősegíteni, ha ezt a kérdést Magyarországon is napirend nem tűznék, nem tudom, ez Biboros úr. Hát mert végül is erről beszélünk most. Azt hiszem, hogy a 97-es egyezmény két fő problémakörrel foglalkozott. Az egyik volt az ingatlan törvénynek a végrehajtása, ami ugye határidőre nem történt meg, és aminek a teljes betű szerinti végrehajtásától maga az egyház is eltekintett, termelőlegszőket úgy se adtak volna vissza, de ezek a leromlott iskolaépületeknek a nagy tömege, de azt mondta az egyház, hogy ennek a feléről, mert körülbelül a fele, legalább a fele volt itt szóban, lemond, mint igényről, ami a jogszabály szerint járna, és ennek a kalkulált értékéből egy járadék alapot képezzenek, amelynek a kamatait az állam fizeti. Tehát nem kellett fizetni, ez az összeg senkinek nem volt akkor a zsebében, az államnak sem, hanem ennek a kikalkulált kamatai voltak, amiket aztán évente fizettek. Na most valóban igaz az, hogy ezeket az épületeket, amit visszakaptunk, tatarozni kellett, átépíteni kellett. Sokszor a törvényes előírásoknak se feleltek meg, hogy arra a célra lehessen őket újra használni. Máskor pedig hát egyszerűen a fizikai igények tették szükségessé. Na most ugyanakkor azért a működéssel is volt egy nagy hiányosság. Nem csupán a visszakapott épületek esetében, hanem a templomok, plébániák esetében is. Tudnélik, azok sem a persejpénzre épültek, hanem annak idején volt egy szisztéma, amely garantálta azt, hogy az épületek fenntartását, esetleg a működési költségét is a város vagy a helyi földbirtokosság valamilyen szinten, vagy annak a jogutódai fizették. Ez Magyarországon a II. Világháború végéig így volt, de így volt ez Csehországban és több helyen a régióban. Na most ennek természetesen úgy lett vége, hogy semmilyen kötelezettséget az állam nem vállalt, kivéve a vallás felekezeti alapot, amelyet még Rákosiék képeztek akkor, amikor az utolsó plébániai földeket is elvették. Mert ők maguk is tudták azt, hogy itt már nem csak a templom tetejét nem tudják megjavítatni, de nincs miből megélnie a papoknak sem. Tehát egy nagyon alacsony, kongrua összeget állapítottak meg, amit ugye az állami egyházügyi hivatalból kaptak a hivatalosan elismert szolgálatban levő papok. Ez az összeg azonban nem nagyon változott az évek során, és így a forint értékének csökkenésével egyre kevesebbé vált, de lassanként a plébániák saját forrásból ezt ki tudták egészíteni, tehát
ez is a megélhetéshez hozzájárult. Na most, amikor 89-ben megszűnt az állami egyházügyi hivatal, akkor egyszerre megszűnt a kongrua is, és senki nem beszélt erről a régi képzeletbeli alapról, hanem egyszerűen azt mondták, hogy hát költségvetési támogatást adhat, vagy ad az állam az egyházaknak, de nem volt rögzítve, hogy pontosan mennyit. Az összeget annak idején elég jól emlékszem rá, hogy hogyan állapították meg, hát az előző évekhez hasonlóan. Magyarul a korábbi kongrua összegéhez hasonlót kapott még külön támogatásként az egyház a 90-es évek elején. Igen. Na most ez egy másik tétel volt, ahol szintén nem lehet azt mondani, hogy ez egy teljesen ellentételezés nélküli szolgáltatás lett volna, mert nem volt olyan nagy összeg. Na most ezek alapján hát kiderült az azóta eltelt évek tapasztalata mutatja, hogy ha nem is minden egyházközség, de a legtöbb plébánián azért a hívő közösség a papot, a lelkipásztori munkatársat, szolgálattevőket tudja fizetni. Ha nem, akkor van egy szolidaritási lehetőség, a tehetősebbek segítik a gyöngébbeket. Azonban amit nem tud fizetni szinte senki, az a komolyabb építkezési és felújítási munkák, különösen a műemléképületek esetében. Tehát ez az, amiről azóta is ugye minden évben hát alkudozás történik, illetve aminek a támogatását ebből a bizonyos járadékból, főként ebből, a másik volt az 1%, ugye igen, a személyi jövedelem az 1%-a, amit lehetett valamely egyház javára címezni, tehát ebből főként ezt a feladatot igyekszünk megoldani. Úgyhogy ez is mutatja, hogy itt strukturális fedezetlenségek vannak, amit egy bizonyos hát igen, ezért jutott nekem eszembe, én erről írtam is többször is, hogy az az elkobzott vagyonnak, az egy örökség, annak az összegét, nem visszaadását, összegét megismerne, ehhez hozzátenni a jelenlegi járadék alaphoz is, és annak X kamatából meg tudná oldani a hitélettel kapcsolatos dolgokat is. Gyakorlatilag visszahozza azokat a régi dolgokat, ami akkor egy vallási alapba volt, csak most az érintett, ez körülbelül 6 egyházat érint összesen ez. Többen felvetették persze, amikor ezt én csináltam, hogy és akkor azok az egyházak, akiknek nem ért jogsérelem, azoknak hogyan lesz akkor az úgynevezett önálló gazdálkodását. Ezt én a cseh modellből azt venném ki, hogy azokat pedig tők is tette az állam. Egy bizonyos összeggel, az, hogy gazdálkodj, de ne fordulj hozzám többet. Na most azért hadd tegyek itt egy megjegyzést. Igen. Óriási különbség van a régi egyházak közt, és aki most kezdi hát a tevékenységét. Igen. Ha most kezdenénk, nyilván más jellegű épületeket hoznánk létre, olyanokat, amit a tagságunk kívánatosnak tart, megengedhetőnek. Így viszont felelősek vagyunk az ország történelmi és művészeti örökségének egy jó részéhez. Bizony. Ezt nem mi találtuk ki, ez egy örökség, de olyan örökség, amit meg kell becsülni. Na most igyekszünk arra, hogy ezt az örökséget egyrészt használjuk, töltsük meg élettel, hitélettel, hiszen arra készült, ugyanakkor azonban hát tárjuk föl az egész társadalom javára. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy része vagy vonatkozása ennek, és örömmel látom azt, hogy az idegenforgalom, a turisták is igen, fölkeresik ezeket az emlékeinket, és sokszor olyanok is, akik egész biztos, hogy nem vallási jogból jönnek oda, de nagy élménnyel távoznak. Egyszer egy igen, amerikai azt mondta nekem a Szent István Bazilikából kijöve, hogy ő még ilyen szép templomot nem látott. Hát én nagyon örültem neki, hogy ez... Hát igen, ez a nemzeti örökség része. Nem. Nagyon érdekes, Fejérdi Tamással csináltam szintén beszélgetést, és ő ugye a műemlékvédelem, azt lehet mondani, egyik fő atya, és őtől kérdeztem, hogy is a Magyarországon lévő kiemelt műemlékek, tehát valóban tényleg mindenféle fázisát is beleértve, ezekben mennyi az egyház, és mondja, hogy egy negyede, vagy egy harmada. Mondom, a szektorsemleges finanszírozás elve számomra nem csak a működésnél kell, hogy legyen, hanem a, mondjuk a nemzeti értékek megmentése érdekében is. És azt mondja, hogy elég sok pénz van most a költségvetésben erre. A kérdés az, hogy ennek egy negyede az egyházak műemlékeit szolgálja, vagy valaki által eldöntött, nem tudom micsoda. Tehát gyakorlatilag itt ez egy fontos lenne, hiszen ez a turizmus, idegenforgalom, és hát természetesen a szakrális helyek jobb és szebb bemutatása, ez mind
majdnem azt mondom, hogy állami feladatnak is kell lenni, hiszen nemzeti vagyon része ez, és nem az egyházi, és nem tud ezzel gazdálkodni, és nem is akar. Hát nem tudom, hogy mennyire tudják mondjuk ennek az elosztásába bevonni mondjuk a katolikus egyházat érintő ingatlanoknak a felújítását, vagy korszerűsítését. Hát nyilván ebből a forrásból kapunk esetenként és meghatározott projektekre támogatásokat. Ez azóta is létezik, és amikor szerencsésebb év van, akkor ez több, amikor szűkebb esztendő van, akkor kevesebb. Vannak olyan kiemelt projektek, amiknél nagyon nagy a konszenzus, hogy itt támogatni kell, turisztikailag, városképileg nagyon jelentős helyeken. Máshogy nehezebb, ezt szinte ki kell harcolni, de lényegében azért ez valamilyen szinten működik. De ismétlem esetenként, tehát projektenként, esetenként. De tulajdonképpen szóba került a személyi jövedelemadó 1%-a. Ugye ez egy olasz és spanyol modellnek egy magyarországi változata, nem egészen ugyanaz. Ha belegondolok, mindkét országnál, ha bevezették ezt, mellette megmaradt a vagyon. Tehát mellette van ez az állampolgári döntés alapján lévő támogatás, nem 1%, hanem 0,50 valamennyi, de mindegy, az azt jelenti, hogy mellette azért mégiscsak van valami. Magyarországon ez a személyi jövedelemadó 1%-a mostanit nézve azt jelenti, hogy mivel lecsökkent most már 15%-ra, sőt az adó csökkenésekből adódóan, ez több mint valószínű, hogy egy számjegyűvé fog csökkenni. Van-e egyáltalán értelme utána rengeteg pénzt költeni mondjuk a 0011 reklámozására? Igen, ezt sokan kérdezik, különösen más egyházak oldaláról hallani többször, hogy ezt a szisztémát változtatni kellene. Tehát nekünk ez ellen önmagában nincs kifogásunk, hát benne van az egyezményben is, de kétségtelen, hogy ez nem elég, sőt ez a forrás csökken, ahogyan a személyi jövedelemadó is csökken. Annyiból van egyfajta életszerű jelentősége, hogy ilyenkor mindig kénytelenek vagyunk megszólítani az embereket, igen, és felhívni őket, hogy rendelkezzenek a mi egyházunk javára. Tehát egy bizonyos kampányt kell folytatni, ami azt hiszem, hogy helyes, hogy megszólítjuk az embereket, és tudatosítjuk azt, hogy van ez a lehetőség. Egyúttal elmondjuk azt is, hogy nekik miért jó az, hogyha tevékenységünket folytatni tudjuk. Szóval ilyen értelemben van egy bizonyos haszna, de kétségtelen, hogy gazdasági értelemben jelen pillanatban nem nagyon hatékony. Én nem tudom, én ha már egyszer tudom, hogy mindig csökken ez. Uh-huh. Ugye, ha ez mondjuk 20 milliárd lenne a személyi jövedelemadó 1%-a a költségvetésben, akkor tudom, hogy 20 milliárdot én az egyházaknak adnám, és nem tennék bele egy állami feladatot a döntéseknek ból adódóan, mert azt is odaforgatnám. Vissza lehet, hogy olyan szám, hogy az pedig műemlékvédelemre pályázható, és így tovább, és így tovább. Tehát úgy, mint a civil társadalomra lévő 1%, az is a civil társadalomra, ott nincs külön még egy állami megjelölve. Tehát itt ez a kérdés igaz az, hogy ezt tényleg úgy kellene módosítani, hogy a csökkenő összegből várható pénzre csak akkor tud számolni mondjuk hosszú távon egy felújításnál, hogyha azt tudja, hogy az valóban következő évben is hasonló módon tudja, igen, abból finanszírozni azt, amit megkezdett. Ez a felvetés, hogy a civil szervezetek esetében csak civil szervezetek kapják azt az 1%-ot, és aki nem nyilatkozik, annak a pénzét is a nyilatkozó, a megjelölt szervezetek között osztják fel a nyilatkozatok arányában, ugye? És nincs egy nem civil, egy állami előirányzat, amire szintén abban a kategóriában rendelkezni lehet. Tehát ez az egyházaknál nem így van, ilyen szempontból az egyházak helyzete hátrányosabb a civil, igen, szervezetekénél. Igen. Más szempontból azt lehet mondani, hogy hasonló, hiszen a nem rendelkezők összegét felosztják azok között, az egyházak között, akiknek a javára rendelkezés történt. Hát igen, ez az 1+1 elv, ez nem rossz, nem arról van szó, de még mindig maradt több, mint most csak a múlt évi költségvetésből, a most látott számok alapján azt nézem, körülbelül majdnem 2 milliárd, még mindig megmarad, ami megy egy másra, mit tudom én most bármire, de nem egyházi célra megy. Akkor ha én úgy döntök, mint politika, hogy ez egyházi célra adom, akkor figyelembe veszem az állampolgárok döntését, de az egyháznak szánom a maradékot is. Uh-huh. Hát csak akkor van értelme, mert ha ez mindig csökken, akkor
mert most jelenleg nem is tudom, talán 10 milliárd az összes bevétel forrás lehet, ha mindenki valóban az egyházaknak adná. Hát itt ráadásul az van, hogy nem mindegy, hogy orientálja az állam is mondjuk ezt a kérdést, nem csak az egyház. Tehát amikor olyan cikkek jelennek meg, ami az egyházaknak a, mit tudom én, hogy ennyit kapott, annyit kapott, abban a pillanatban az adófizető azt mondja, hát akkor nem adok. És így lecsökken azoknak a adakozóknak, vagy döntésthozóknak a száma, amire nem tud számolni az egyház akkor, amikor neki fog valamilyen beruházás. Úgyhogy azt hiszem nem egy könnyű szituáció, már pedig most ugye, ahogy én néztem a legutóbbi statisztikát, nem is tudom, hogy mennyi, de elég jelentős számú, úgymond tavaly előtti döntéshozó már nem támogatja az egyházakat. Hogy ennek mi lehet az ok-okozati összefüggése, szerintem egy picit az, hát, hogy... Hát lehet ez a propaganda, kétségtelen, ami elég furcsa, hogy az egészről egy torz kép alakul ki, minthogyha... Nem tudom, én itt vagyont adtak volna vissza, vagy önálló gazdálkodás lehetősége nyílt volna meg, ami nem történt meg. Másrészt, azt hiszem, az is lehet oka, hogy a technika, ahogyan rendelkezni kell, az elég bonyolult. Egy külön lapon, akkor aki nem ír adóbevallást, az hogyan éljen ezzel, a nyugdíjasok mit tehetnek. Tehát ezek eléggé komplikáltá teszik. És emiatt hát az embernek természetes hajlandósága van arra, hogy a legegyszerűbbet tegye, a legkevesebbet járjon utána, pláne ilyen bürokratikus dolgokban. Ez is lehet az oka. Még szintén egy kicsit a finanszírozáshoz, mert végül is látja az ember, hogy tényleg épülnek, szépülnek templomok, parókiák és így tovább, hiszen nemzeti vagyon épül, hogy... Hogyan lehetne ezt az úgynevezett címzett támogatási rendszerbe is betenni? Mi annak idején azt csináltuk, most kezdeti időszakról beszélek, hogy mondjuk Szent István Bazilika, Pannonhalma, Dohány utcai zsinagóga és így tovább, ezek címzett támogatásként, Betesda kórház, bekerültek a költségvetésbe. Úgy, mint a Ceglédi kórház, hát akkor a Betesda is, mert mindegyik az állampolgárok, hogy is mondjam, pénzéből és az állampolgárokat szolgáló. Ebből adódóan nem volna szégyen, hogyha ezek bekerülnének, és akkor látná a döntéshozó is, hogy ezeket kölcsönösen kialakított sorrendiséggel együtt, még a lehetőség figyelembe véve a nemzeti vagyonnak a megőrzése vagy építése érdekében készül. Ezt nem szabad hozzácsapni az egyház finanszírozás. Ez egy címzett támogatás kellene. Hát ez is egy technika. Hát igen. Tehát különböző. Ugye, ahogyan nem egyház finanszírozása, a közszolgálati tevékenységnek a finanszírozása sem. Tehát mondjuk a szociális otthonok, a iskolák, esetleg az a néhány kórház, ami egyházi fenntartásban működik, ugye ez nem hitéleti tevékenységet folytat, hanem hát pont szolgálat. Beszéltünk iskolákról. Most ugye szintén megjelennek ilyen cikkek, hogy... Mennyi egyháziskola van, 95 településen csak egyházi van, és ez hogy sérti a szabad iskolaválasztás elvét azonok a településeken. 39 olyan településen, ahol csak egyházi középfokú intézmény van. Na most így lehet nagyon jól orientálni negatív értelemben az állampolgárokat, ha nem tudják ennek a mechanizmusát, hogy válik azzá. És itt nem az egyházi tulajdonrendezésből adódik ez, hanem a helyi állampolgárok és a helyi képviselő testület ajánlja fel, megint érdekes, hogy miért, elsősorban azért félve az államosítástól adódóan a település szellemisége megszűnik, és az egyházat felkéri ahhoz, és megszervezi a településsel érintettekkel a találkozást, hogy az érintett lelkipásztor, és természetesen megyei főpásztor elmondja, hogy igen, de csak akkor, ha önök is akarják. Na most ezt a fajta propaganda, hogy ez hogy alakul ez ki, ez nem jön ki, ez nem sérti a szabadiska választás elvét. Tudnék, én tudok olyat, most mondok egy reformátust, Majosháza. Majosháza megszűnik az önkormányzati, ma már iskola, de létrejön egy református iskola.
De közel Kiskunlacházára azok, akik nem akarnak a reformátusba, az átviszik. Tehát nem sérülhet. Hát mindegy, hogy oda vinnék, vagy ide, de öt faluból már oda járnak. De gyakorlatilag erre nagyon jó egy katolikus, mondjuk a zalaszabari Sík Sándor iskola, ahol 9 településre járnak oda. Tehát gyakorlatilag a szellemiség megmarad, és a többi település szellemiségét is gazdagítja, hiszen ezek a bejárok, és ezek segíti. Tehát hogyan lehetne a közvéleményt arra, hogy ezek nem a egyház mindenáron való iskola fenntartását, hanem az állampolgárok akaratának megfelelő döntésbe vesz részt? Hát ugye a gyakorlatban én leginkább a saját egyházmegyénkről tudok beszélni, mi nagyvárosi egyházmegye vagyunk. Igen. Itt tehát nincs olyan település, ahol csak katolikus iskola lenne, hanem Budapesten a legmesszebb menőkig versenyhelyzet van. Többféle felekezetnek van iskolája, sok állami iskola van. Igen. Idegen nyelvű iskolák is vannak, magániskolák is vannak, és azt látjuk, hogy az iskoláink keresettek. Tehát óvoda, iskola, középiskola egyaránt, vagyis az emberek úgy látszik, hogy bizalommal fordulnak ezek felé, az intézmények felé. Itt látok egy nagyon érdekes, pozitív fejlődést. A 90-es évek elején lehet, hogy kicsit mesterségesen is, de volt egy hisztéria, hogy milyen szörnyű lesz az, hogyha majd az egyházak visszakapnak iskolát, és hogy akkor hogy fog az működni. Igen, emlékszem. Tehát ez a hiszterizált hangulat szerintem az emberek körébe alábbhagyott, mert látják, hogy hogy működik. Tehát ezek normális iskolák, ahol igyekeznek a pedagógusok rendesen végezni a munkájukat, és legtöbbször van egy, ahogyan itt hallottuk, egy észlelhető pozitív szellemiség. Tehát ezek miatt azt hiszem, hogy ez megállta a helyét, ez a szisztéma. Azokban a településekben, ahol tényleg csak egy iskola van, és ők akarják, mondjuk az önkormányzat akarja felajánlani, ha úgy történik, ahogy hallottuk, akkor én sem látok benne problémát, hiszen akkor a szülők, a pedagógusok, igen, a ottani lakosságnak a kívánsága fejeződik ki benne. De néha van olyan is, hogy azt mondja egy polgármester, de átadnám én valamelyik egyháznak ezt az iskolát, de lehetőleg olyannak, akinek nincsenek hívei a településen, mert akkor az sok vizet nem zavar. Tehát ez nem jó. Mert akkor vagy az egyház kényszerül arra, hogy kvázi semlegesen működtessen iskolát, ami ellenkezik az egyházi iskola hivatásával, vagy pedig majd akkor kezdenek el egy olyan fajta hát missziót, vagy nem is tudom, terjeszkedő tevékenységet, amelyiket a helyi lakosság nem ismer, vagy nem szándékozott meghívni oda. Tehát ebben lehet egyfajta buktató. Hát azt hiszem, hogy ez egy jó végszó is, hogy valahogy így kell gondolkodni, és nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk, és remélem, hogy mások számára is hasznos információk hangoztak el, nem csak a 2020, hanem a mát érintően is. Köszönöm szépen.